Most így megint azt mondják, hogy javuló vannak ugye a koronavírus adatok. Hogyan készül az elmenti az esetleges nyitásra, ha még egyáltalán beszélhetünk ki erről, és hogy várható változás a működésben? Minden intézménynek, szervezetnek, civil szervezetnek, művelődési egyesületnek, és hát a tájékoztatási médiumoknak is alapvető feladat, hogy valahogy arra készüljünk, hogy ez, ennek a szakasznak a lezárása felé haladunk, és a nyitás, az elkerülhetetlen, mert hogyha ezt tovább hosszú ideig húzzuk, akkor én úgy gondolom, hogy azokat az értékeket veszítjük el, és egy kisebbségi közösségben ezek a legfontosabbak, hogy egymással tudjunk úgy beszélgetni, hogy egymás szemébe nézünk, konkrétan meg tudunk dolgokat beszélni, rendezvényeket Találkozókat tudjunk szervezni. Azt látjuk, hogy az elmúlt egy évben, ha csak a legkisebb közösségekre, egy-egy falu búcsúra gondolunk, egy falunapra, azoknak az elmaradásával, vagy a nagy fesztiválok, a nagy rendezvények megtartása, hiánya azért az emberben egy akkora, érzést vált ki, a hiánynak azt a hihetetlen nagy érzését, amely lelkileg is rombolja az embereket. Tehát közösséget építeni úgy lehet, hogy annak a közösségnek a tagjai napi kapcsolatban vannak, és nem egy online virtuális térben, amely izgalmas lehet, kezdetben izgalmas is volt valamennyiünknek, és ennek a kombináció is valahogy úgy tűnik, hogy elfogadható, de valahol a határokat ugye meg kell húzni is ahhoz, hogy egy normális élet tudjon a jövőben kialakulni, kibontakozni olyan, amilyen korábban volt a járványi időszaka előtt, ahhoz nekünk naponta újra kell gondolni azt a fontos elkötelezettséget, hogy nem nyugodhatunk bele abba, hogy van egy járványhelyzet, és ebben a járvány helyzetben minden megindokolja azt, hogyha a munkát nem végezzük el, ha egy művelődés egyesület táncsoporta vagy énekegyüttese nem készül, mert hogy nem készülhet a durindo és gyöngyösbokrétára, hiszen a járvány helyzet ezt nem teszi lehető. Tehát valahol egy kicsit az életet, a normális életet kell belopni ezekbe a hétköznapokba. És én azt látom, hogy mind több egyesület ezt kezdi érezni, és amikor az utóbbi időben a Nemzeti Tanács, hogy visszatérjek ugye a mi munkánkra, mind többször van terepen, mind többször keresi fel az egyesületeket, mind többször közvetlen kapcsolatokat próbálunk megvalósítani, akkor az pontosan ezt a célt próbálja szolgálni, hogy az emberek ráérezzenek rádöbbegyenek arra, hogy nem ment föl bennünket a munka alól, a felelősség alól, a vállalt feladatok alól, a kisebbségek ért vállalt közösségi feladatok alól egy-egy művelődés egyesületi vezetőt, vagy akár a tanács bármelyik tagját, hogy valahol megmagyarázzuk azt, hogy most miért nem dolgozunk. Munkanélkül úgy gondolom az élet leáll, és ha valami egy kisebbségi közösségben az élet leállásával mit hozhat, mi mást hozhat, mint azt, hogy egyszerűen eltűnik mindaz, ami eddig fontos volt, és jelentős volt, és érték volt számunkra. Most már ugye mögöttünk van kicsit több, mint egy év ebből az őrületből. Azért mondhatjuk, hogy valami fajta pozitív hozadéka volt ennek a őrült virtuális térnek. Én emlékszem, amikor még ott az elején, pont az elnök említette, hogy nagyszerű, mert legalább a fiatalokat, akik egyébként is ebben a virtuális térben léteznek, meg lehet közelíteni. Ez mondjuk sikerült? Amit hozott, és ami pozitív dolog, hogy fölértékelődtek az emberi kapcsolatok, a személyes kapcsolatok, a találkozások, a rendezvényeken való részvétel, a színházi előadáson való részvétel, valahol együtt az élményt, hogy meg tudjuk osztani. Ezt nem lehet, Skype-on nem lehet, online rendszerbe. És a fiatalok számára is azt látom, hogy a kiszabadulás öröme az, hogy ebből a zártságból kiszabadulhatnak ők az az igazság, hogy mindig megkeresték, próbálták megtalálni azokat a lehetőségeket, ahol mégis csak találkozhattak, de most én úgy gondolom, hogy elérkezett az a pillanat, amikor ezt tudatosan föl kell vállalni, ezt a munkát végezni kell, és itt azért van óriási felelősség a mi közösségünkben belül is azoknak, akik nem veszik föl a vakcinát, akik úgy gondolják, hogy majd most már mások helyettünk is megoldják ezt a vírusjárvány problémát, át. Ezek a legnagyobb problémát jelentő helyzetek, amelyeket úgy gondolom, hogy pontosan csak azzal tudjuk elérni, hogyha mindenki bevállalja, és hogy a védettséget úgy vállalja, nem csak önmagáért, nem csak családjáért, hanem ezért a közösségért, hiszen itt most arról beszélünk, hogy, hogy az élet normális vágányra kerüljön, hogy lesz-e oltásigazolvány, valahol azt kell tudatosítani, nem a papír dönti el a dolgokat, hanem az a tudat, az az elszántság, hogy igenis mi le akarjuk küzdeni ezt a járványhelyzetet. Ennek egy módja van, hogy itt májusban most megszervezni az énekelt versek 25. zentai fesztiválját, amely tavaly elmaradt, hogy a tavalyi 50. évfordulóját ünneplő Szarvas Gábor nyelművelő napokkal kuszorúzáson és egy szerény megemlékezésen kívül az idén a kötetét megjelentes, és októberben valahol pótoljuk azt, amit nem sikerült. Hogy a mondó verseny újra a maga hangulatában, hiszen épp ez a lényege, tehát azt hiszem, hogy az énekelt versek és a a mondó verseny, ez a két zentei példa azért izgalmas, értékes, hogyha valahol fontos a, a szemkontaktus, az a rezdülés, az a mozdulat, akár csak a színházban is, tehát azt bármilyen dimenzióba helyezzük a virtuális világot, az sosem fogja visszahozni. És elélkül annyira elszegényedünk, lelkileg elszegényedik az ember, és, és nagyon könnyen elkezd lemondani mindenről. És ha lemondunk dolgokról, ami eddig fontos volt, jelentős volt számunkra, akkor nem látom az utat, hogy hogy hogyan tudjuk magunkat újra fölrázni, hogyan tudjuk a járvány előtti időszakban fölmutatott értékeinket, erőnket, lehetőségeinket megmutatni. Erre nagyon jó példa a Durind és a Gyöngyös Bokréta. Ugye itt most június elején kellett volna megrendezni, ugye a tavalyi elmaradt, valószínűleg, hogy szeptemberben lesz egy időpontja, a török Törökbecse nagyon várja a fesztivált, fölkészült testileg, lelkéleg, az egész közösség. Na most az egyesületek hogyan élik ezt meg, hogyan készülnek föl, hogyan gondolják, hogy most kell megmutatni, hogy ennyi idő után mi még mindig erősek vagyunk, még mindig a legszínvonalasabb műsor tudjuk elvégezni, és hogyha ebben besegít az online rendszer, hiszen magyarországi szakemberek hosszú nem jöhettek ide a különféle véleményezéseket a csoport föllépésével kapcsolatban, ilyen formában is oldottuk meg, de maga az, hogy a nagy színpadon a völgyesi asszonykórus megjelenik és elkezd énekelni, annál nagyobb varást nem tudok elképzelni. Vagy éppen a dobradósi asszonyok, akiket régóta nem láttunk, hogy azok eljönnek. Tehát egyszer csak ennek a fesztiválnak az a, és ezért emelem ki épp ezt a durindót és a gyöngyös mert ez meghatározza életünket. 36-ban indult el a gyöngyös és végig-végig tudtuk vinni, tehát nem engedhetjük meg azt, hogy egy pillanatban bármi más okok leállítsák ezt a kulturális témáknál maradva. Az Aracsi Puszta templom felújítás, hogy épp tavaly februárban született meg a teljes koncepció, hogyan miként. Azóta egy év elmúlt, több mint egy év, és szinte alig tudtunk valamit tenni, hiszen mindazok az illetékes szervek, egyebek, akik ezeket a döntéseket meghozhatták volna, valahol mindig találtak ürügyet arra, hogy, hogy a pillanat most nem alkalmas. Tehát Ezeket De nem lehet. azért <Szinten> halad ez a történet? Ez halad ez a történet, nyilvánvalóan, hogy halad, olyannyira halad, hogy a tartományi műemlék, minden intézet terveit ugye kell revidálni, átalakítani, közben egy óriási kutató munka folyik, mert hogy tudni kell, hogy ma ugye két nagyon erős koncepció alakult ki, Magyarországon is ezt látjuk, az egyik, amely a turizmusért mindent föláldoz, amely azt jelenti, hogy újraépítjük a romtemplomokat, újraépítjük a régi várakat a autólam, és mindent ami, amiért oda megy az ember. Na most itt a mi koncepciónk, a művészet történészek, a műemlékőrzők, az örökségvédők egyértelmű álláspontja, hogy örökség alapú lesz az Aracsi Puszta fejlesztése, tehát maga a templom az megőrzi, sziluettjét megőrzi, romosságát, mostani kinézetét, viszont ezt úgy kell megőrizni, hogy a következő száz évben is kisebb javításokkal ez az újabb generációk számára is ilyen formában meg tud maradni, és hát mi az, ami magát, a varázslatot az idegen forgalomba tudná hozni? Hát az egy modern látogatóközpont, a látogatóközpont mellett egy szabadidőközpont kialakítása, a kerékpárosoknak minden lehetőséget megadni, hogyha ugye odaérkeznek, akkor kerékpárjavítástól kezdve a, a kiszolgáláson át mindenre lehetőség ö, nyílik, de ha egy éppen egy búcsújáró közösség érkezik oda, akkor nem a templomba mennek be, mert hiszen az a maga műemlék az éppen olyan, mint a múzeumokban a múzeumi tárgyak, hogy nem tapogatjuk Igen, hát véget. Lenne. Tehát itt is az a lényeg, hogy hát az hogy nem, nagyon fontos. Hogy nem oda menjünk be, és akkor ott, ott ugye kitalálunk dolgokat, vagy filmeket, vagy klippeket, videoklippeket készítünk, hanem pontosan azért lesz egy külön kápolna része is a látogatóközpontnak, ahol a kegyelet, az emlékezés megtörténhet, és akkor gyalog, vagy éppen akik mozgássérültek, nehezen mozognak azoknak villamos meghajtású kocsikkal ugye oda lehet szállítani. Ez egy másfél kilométeres megközelítés mód lehetne, és oda gyalog, tehát már lelkileg is föl kell készíteni az embereket. És hát mindig oda jutunk el, bármelyik témát megmozgatjuk, vagy akár a Szabadka-Jovoda épülésénél ugye azt látjuk most, hogy a belső berendezésekre elkészültek a tervek, Azoknak a közbeszerzésére a pályázat kiírása most történik meg. És hát ezeknek a legkorszerűbb, legmodernebb berendezéseket be tudjuk e szerezni, van -e elegendő anyag. És itt jön az a helyzet, hogy egy év alatt az, ami azelőtt magától értetődő volt, hogy két-három nap alatt meg kellett rendelni valamit, ezek most kiesnek. Tehát, hogy ezek a berendezések mikorra érkeznek meg hogyan, de alku nem lehet, hiszen a legkorszerűbb 21. századi óvodát akarjuk átadni a kis bölcsödéseknek, óvodásoknak, hogy az, hogy az újvidéki fórumház hogyan miként alakul ki, teljesedik ki, hogy hogyan lesz benne ugye szintén egy gyermekeket fogadó bölcsödei rész, egy irodalmi kávéház, egy konferencia központ, hogy abban egy tehetséggondozó középiskolai és általános iskolai központot hogy tudunk kialakítani, hiszen az Európa Kollégiumban ott eleve már a felsőoktatási szakkollégiumi rendszer működik, és az Európai Kollégium működte ezt a rendszert is. Tehát rengeteg minden átalakul, változik, és hát ebben azt hiszem, hogy az anyország kormányának olyan óriási szerepe van, hogy semmi sem szinte minimális dolgok valósulhattak volna meg, hogyha ez a támogatás nem érkezik meg. Én abban látom a mi esélyünket, hogy ezekkel a támogatásokkal a lehetőséget fölvillantottuk, a lehetőséggel élni kell, mi ennél többet nem tehetünk, tehát embereket szülőföldhöz szögezni nem lehet kényszeríteni, nem lehet fiatalokat nem lehet arra ösztönözni, hogy mindenképpen itthon maradjatok, mert különben, tehát egy lehetőség van, hogy a szülőföld olyan vonzóvá tudjon válni, és az emberekben a honvágy olyan erős legyen, hogyha a világ bármely pontján vannak, hogy a szülőföldjükre úgy gondolnak, hogy azt segíteni akarják, azokat az embereket, akik itt maradtak, támogatni szeretnék, vagy az életük egy pillanatában úgy érzik, hogy azzal a tudással, vagyonnal, amit ugye a világ más pontján tehetségük révén megszereztek, és szorgalmukkal hazzal hazajönnek, és hát mégis úgy gondolják, hogy ez a szülőföld megérdemli, és ez szülőföld, hát belakó magyar közösség, hogy itt együtt újra kezdjenek egy olyan életet, amely reményeink szerint azért csak alakul változik itt Szerbiában is, és az a sok-sok megpróbáltatás, amely ugye az embereket innen más tájakra vezette, irányította, az olyan formába változik, hogy egy egységes, közös Európában élhetővé válik, és számunkra szerethetővé is.